Ez a Pécsi Momentum frakciójának 12 pontja, amit a polgármesternek küldött csütörtökön Sajgó György, frakcióvezető. Átlátható működést a szocialista alpolgármester visszahívását, a DK-s alpolgármester asszony hatáskörének visszaállítását, a városi cégeknél átlátható működést, az érdekcsoportok és politikusokhoz köthető személyek kinevezésének megszüntetését kérik többek között számon Péter Fiatillán. Pártársa egyenesen azt írta közösségi oldalára, ami elég, az elég. Pécs nem lesz vörös főváros. Ennek ellenére a polgármester korábbi politikai tanácsadója, egyetemi tanár azt mondja, kívülről néz csak ki súlyosnak a helyzet a városvezetésben. Virág elvtársat idézem a Tanú című filmből, ugye a nemzetközi helyzet fokozódik itt Pécsről is. Bár inkább én azt mondanám, vihar egy laborvízben. Tehát egészen más a helyzet, ha kívülről vagy ha belülről nézi az ember. De nem tesz jót az ellenzék összefogásnak természetesen. A DK és a Momentum mellett a Mindenki Pécsért alapítója, Péterfi polgármesteri jelöltségét támogató Mellár Tamás parlamenti képviselő is csatlakozott a tiltakozókhoz. Túlértékelik magukat szerintem ezek a pártok. A Momentum is, a DK is túlértékeli országosan is, meg helyi szinten is. Egyet felejtenek el, itt a 19 őszi győzelmük az összefogásnak volt köszönhető. Külön-külön nem nyertek volna, ezért nem szabadna megbontaniuk ezt az egységet. Ezért nem szerencsés ennek a 12 pontnak a nyilvánosságra hozása a politológus szerint. Horváth Csaba szerint nem bomlik fel a városvezetői koalíció, mert annak vesztesei lesznek ezen az oldalon. Milyen lehetőségük van az önkormányzat feloszlatása? De hát amennyiben egy új választásra kerülne sor, nem aratnának most akkor a győzelmet, mert a közvéleményben egyre inkább erősödik az, hát, hogy mondjam finoman, hát ezek is balfácánok, meg ráadásul veszekszenek is, egymással is, Pécs se tud fejlődni. Ezért marad a koalíció együtt, közben Péter Fiatilla közleményt adott ki. Ebben azt írja, számomra az a legfontosabb, hogy a jelenlegi városvezető frakció tagjaival közösen elfogadott győztes választási programunkat a lehető legteljesebb mértékben végrehajtsam. Azt gondolom ma is, hogy ez a pécsiek érdeke. A program megvalósításából mindenkinek ki kell vennie a részét. Ezért továbbra is számítok a városvezető frakciók valamennyi képviselőinek elkötelezett munkájára. A héten készhez kaptam a Momentum frakciója és a DK egyes képviselője által aláírt levelet. Egyeztetni fogok velük, a tárgyalást azonban én nem a sajtó bevonásával óhajtom lefolytatni, írta Péter Fiatilla.